Na, itt akkor jó lesz, ide a rudat, ide? Igen. Ide, nézd! Na, ezt még... már! Ezt még kiszedem! A papír szerint ez egy kis dombot kell elpakolni, és na, akkor itt fog jönni az út. Azért mondom, hogy itt rámegyek. Figyelj, ezt várjál már! Mi nem van? Jót néztem, fordítva néztem, gyere! Elnéztem, elbasztam, fordítva a papír. Én nem nézem meg, már egy fél köbmétert elraktam. Gyere már, nem ez volt. Megőrülök tőled. Figyelj! Oliver, figyelj! Figyelek. Bocsa, azt hittem, hogy nem figyelsz. Figyelek, csak lassan esett le, hogy mit kérdezel. Hát, azt, hogy figyelsz-e. Ja? Azt igen. De a főnök. A dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Amikor kicsi voltam, anyám mindig azt mondta, hogy egyszer börtönben fogom végezni. Nem azért, mert bűnöző alkat vagyok, hanem mert egyszerűen hülye. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer igaza lesz. Most mégis bekövetkezett, és pont akkor, amikor megcsináltuk a tökéletes bűntényt. Takarrali! Ma este ugye ti lesztek? Igen, főnök. 24 órás. Este van egy kis dolgom. Tovább bemaradok, de nem kéne beírni a naplóba, tudjátok? Ahogy szoktuk. Főnök úr, milyen naplóba? Na megyek, mert itt a közjegyző úr. Ma is darálunk. Igen is, főnök úr. Köszönjük szépen. Tök kedvesek. Maradj már csinálni. Ó, az Isten. Csinálsz te ötlet. Elvették az övem. Fogjad, fogjad a nadrágot. Köszönjük szépen. Oda menjél. Te vagy az idősebb kukor. Menjél már. Mire vár? Menj. Már hagyjad fog körözni. Nem magyaráltál már, hagyjad. Nézem a térképet, nem magyaráltál már. Tálljál már meged. Ott van, nézd. Na, menj. Ülj majd meg, őrti! Normális vagy? Hát miért kell így fékezni? Azért, mert sportosan vezetek, tudhatnád, nem? Gyerünk, mert ne magyarázzál annyit. Pakoljál lefelé. Slanki. Nem, inkább, hogy hangsúlyozz. Na, gyerünk, pakoljál. Jó, van, akkor már azt néztem meg, hogy a ruha rendben van-e, ne szem. Ne az nézegesen. Így, csapkám volna. Nem vinnéd arrébb ezt a dögöt? Nagyon gusztustalan. Kösz, tesó. Akkor figyeljünk tovább. Hát ez meg. A dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Csunki, normálisan, amikor sínen vagyunk, ne kúrjuk el. Azt hiszik, hogy buzik vagyunk. Ez a Lacika keresztelői készült munkácsok, senki nem gondolja azt, hogy buzik vagyunk. Miért fakolsz ki egyáltalán? Figyelj, ha megérkezek, valahova kipakolok. Annyi, hányódik, gyűrődik, átveszi a szagot. Ez mi? Mi ez? Az a sűrű alatt.
Ez gyűrődik, ez te ököl. Nem, vedd le őket, mondom én. Már nem, akkor vissza. Papírkutyák, ott hajtogatok rajtatok Pinát, ahol csak akarok. Értem. De szerinted hogy értette ezt? Melyik szót nem értetted a hajtogatottot? A szüleink egyszerre költöztek az utcánkba, miután a tanács parcellázni kezdte a telkeket Munkács mellett egy kis faluban. Akkor már Kuplung meg a bátyja megvolt. Apám elég gyakran átjárt hozzájuk. Az elsőt még kimagyarázta a Kuplung mutterja, de aztán egyszer a faterja körbe motorozott a lakáson egy baltával, és lelépett. Haj, mind a tét a pádé, mi? Ne nézz engem, Kuplung az apjától örökölte a temperamentumát. Aztán az én apám nevelte fel az összes gyereket. Mikor meghalt a fater, az örökségből nyitottunk Kuplunggal közösen egy műhelyt. Akkoriban voltak a leszámolások. Használt kocsikat vettünk néhány lyukkal az ajtón, agyvelő maradványokkal a kárpiton, és felújítottuk őket. De vették is, mint a cukrot. Mert az ukrán mafiózók szerint a ménkő nem csak kétszer ugyanott. Persze bezáratták a boltot, azt mondták, közegészségügyi okokból. Így aztán inkább átjöttünk a határon szerencsét próbálni. Biztos felfázol. Mi a szartász? Templomba sem mondják, mikor lehet levűni. Nálunk mondják. Tűnik, nőjél le, hogy akarsz. Ül! Te ilyen vakerázós kis csávó vagy, szép öcsém? Én? Nem te, a kis köcsök. Róla beszél. Ja, nem igazán. Na hát akkor szépen kezdjél csicseregni, hogy hogy kerültetek ide. Hogy is kerültünk ide? Hát... azt hiszem, hogy a tőserdő szépe választáson kezdődött az egész. A tőserdő szépe választásra Józsó szerezte nekünk a melót. Régi haverunk volt Kárpátaljáról. Ő biztosítani volt ott zsebbe 20-ért. Közölít velem, mi? Menj innen te! Szóval Józsó nagyon rendes gyerek, de nehéz gyerekkora volt. A szülei lányt akartak, ezért aztán beíratták ritmikus sportgimnasztikára. Lóvés család volt. Az apja vámos, az anyja meg a háztáiban dolgozott. Havonta volt náluk disznótor. És akkor, amikor mi még a kajajegyet is kajajegyre kaptuk. Aztán 2 hét különbséggel meghaltak szívinfarktusban. Nem bírtak meglenni egymás nélkül. Józsó akkor költözött át Magyarországra. Eladta a házat, a disznókat. Gyere, Marci! Marci, gyere már! És egy haverja tanácsára befektette a pénzt. Hallgassanak meg! Csak átmeneti nehézségről van szó. Megvan minden pénz, csak nem akarják felelőtlenül visszafizetni. Értik? Persze, oda lett az egész. Józsó mindig optimista volt. Nem adta fel. Szerintem debil volt, nem optimista. Aztán csak azért élt, hogy visszaszerezze, amit az anyáik egész életükben összekuporgattak. Nappal biztonsági őr volt, éjjel meg csippendél műsorokat vállalt. Szóval a tőserdő szépe választás elég gyenge volt. Olyan csúnyák voltak a nők, hogy nem volt fürdőruhás forduló. Itt léptünk fel harcművészeti bemutatóval, mert azt mondta Kuplung, hogy abban van a bolt. Volt cserépléctörés, meg imitált utcai harc. Hölgyeim és uraim, kedves közönség, Tompicsit újjá. Bocs, Kuplung. Kedves közönség,
A Szotokán harci bemutató első száma cserépléctörés hassal. Csompiszak. Osztrak. Mi van ezzel a récen? Nehogy meg is még egyszer, mert szétszakadok. Várj el a léc. Az volt a baj, hogy én belső energiával dolgozok, és szerintem vízéren álltam, ami elvitte. Hagyjad, látom. Kedves közönség, most pedig cserép léctörés következik. Háttal. Mit csinálsz, te állat? Beálltam háttal. Én vagyok háttal, te idióta. Elragy. Szóval te állat. Van kocsunk. Mennyi, mennyire én leszakadt a versém. Minden oké. Okay. Minden. Tisztelt közönség, most pedig cserépléctörés következik. Sívcsonta. Kopjunk, szerintem ezt már nem kéne erőltetni. A mikrofon, zavarjuk le, azt húzzuk hal. Tessék. Kedves közönség, a mai csodálatos harcművészeti bemutató főszáma következik. Szét fogok fejelni egy égő gázbeton téglát felére. Olyan van. Jaj, Istenem! Bocs! Hozom az anyagot. Kupong, ez valami bajonett zár, bosszom. Oh. Mi van? Betört a korona. Baszki. Gyújtsad. Ne kapkodjál most már. Ez az. Az már. Na várj, neki megyek még egyszer, most szétfejlem. Kupjunk, égsz! Kupjunk! Ég a művész! Ég a művész! Poroltad! Hozzatok poroltad! Osz! Csumpi, szétment a tégla. Gyere, kupjunk! Most már itt vagyok, nyugi. Baszti, kint felejtettük trollibuszt a lopóban. Automata. Oké. Okay. Tudjátok, mi a csodálatos a naprendszerben? Na. Egész nap forgunk a nap körül, plusz a föld is forog a tenger körül, és mégse hányunk. Nagyon megszúrt a nap, tesókám. Hogy ment? De én szerintem rendben volt. Nem? Kuplunk, vették nagyon. Hagyjuk. A kuplunk sosem érte a sikert. Várj, az újabb nagyobb. Trollibusszal Kuplunk bátyjával együtt nőttünk fel. Kuplunk okos volt, én gyors, ő meg Kijevben troli sofőr. Olyan volt nekem is, mintha a tesóm lenne. Megbecsült munkaerő volt a kijevi közlekedési vállalatnál. 25 évig vezette ugyanazt a típust, de mindig talált a munkájában kihívásokat. Trollibusz későn házasodott, mire meglett a három gyerek, leépítették a troli üzemegységtől. Otthon meg nem talált melót. Kuplunk akkor mondta neki, hogy jöjjön át Magyarországra villanyszerelőnek, mert lehet, hogy nem ért hozzá, viszont jól bírja az áramot.
A kezdeti kudarcok után már épp belejött volna a dologba, amikor egyszer... győzött az áram. Lebénul deréktől lefelé. TB-je meg nem volt se itt, se otthon. De aggódjatok, nem fáj semmi. Jó vagyok. A családnak persze nem merte megmondani. Nagyon szeretlek. A felesége úgy imádja, ki sem bírta volna. De nincs semmi baj, de most nem tudok hazamenni. Furcsa hangom. Leget nézem. Gyönyörűek a felhők. Csokolom a gyerekeket is. Hogy nem hallod? Megbeszéltetek mindent? Nem hallod semmit. Menjünk, jó? Elmereveredt a nyakam. Majd megmasszírozva kiinduljunk. És erre még rájött a napszúrás is. Szásztok! Szasz, Jozsó! Szasz. Te! Köszi szépen a melót! Jól nézek itt, trolibusz. Szasztok! Te senki az. Bocs, de nem tudom, mi volt a cseréplétszer. Lehet, hogy nem kellett volna egész estéreként hagynom a stégnél. Megszívta magát? Hagyjuk, jó? Na, csak azért jöttem, mert... Csumpi említette, hogy pénzre lenne szükségetek. Tudod, mondtam neki ezt a lóvét témát. Ja. Ugye, hogy Dokira például. Ja. Van egy tuti balhém. Tudjátok, mi ez? 1 millió forint. Azt a kurva. Na, én ezt őrzöm. És ki a franc akarna ezt elvinni? Nem akkor kell elvinni, amikor már le van darálva. Ez az ötlet, fiókák. A főnököm is rájött. Na, az évszázad baléja. Kopolom. Bocs. Jozsó azt mondja, hogy csak egy ilyen lóvéval teli raktárat kéne kirámolni. A jó Isten fonjon kalácsot a farkamba, ha csak ilyesmire gondolok. Kuplunk, gondolj trolibuszra. Betennének neki őssejtet Kínában, tudod? Mint ahogy a üzében, spektrumon láttuk. Tesóka, miért kell nekem ilyen munkát vállalnom, érted? A terepszemlével kezdtük, ahogy a nagyok. Hát, hogy tudjuk, hogy mégis mi a szitu. Vittük trolibuszt is, mert megbeszéltem vele, hogy ő fogja majd az elektromos cuccokat, meg a riasztót intézni. De kértem, ne mondja egyelőre Kuplungnak, elég lesz lassan adagolni a dolgot. Meg kértem Jozsolt, hogy ne szóljon be a kocsira, mert ideges lesz Kuplung. Ez Dacia? Jó. Furcsa hangsúlyjal kérdezted, amiben az van, hogy minden, ami kelet-európai, az szar, mint ez a Dacia. Semmilyet nem mondtam. Tudod, a szocializmusban is csináltak jó dolgokat. Ja, francia licenzből. Hát te nem tudod, mit beszélsz. Figyelj, ez egy TLX, gyári bársonyülés, puha légrugózás, iklik az út, amit a szaron csúszna. Ja, érzem. Röhögél, ugye, gyerek. Szar az út. Persze. Ez a jó alkatrészekből van összerakva. Örök élet, apám. És ez abból van? Nem, de folyamatosan cserélem, hogy meglegyen a tuti kombináció. Mennyi még én érzem? Hova menjek már? Hát rámegy a kezemre, ide traktál nehezére. Álljál már, hát mert nem állom, az összes súly rakva. Majd én érzem, mert ne, itt van a GPS a fejemben. Majd én megmondom, hogy hol kell megállni. Azaz. Honnan tudtad? Megérzés. Yeah.
Már vissza is jöttetek? Persze, minden oké, megnéztük. Ennyi volt? Aha, csumpi, nagyon profi. Nem hiszem el. Eljövünk a Péróba a halál faszára, hogy megnézzetek egy raktárat messziről. Hát, filmekben is így csinálják. Igen? Nagyon idegesnek tűnsz. Most mondta neki, hogy én leszek az elektromos ember a buliba. Ne szórakozzál velem, te sokám. Tudod, hogy szeretem a nevetést, a tréfát, a viccet, de most kurvára nem ez a szituáció. Kuplung, vezessek én. Egy barátunk házában laktunk, aki Kanadában melózott illegálisan. Etetni kellett a csincsilláit, mert az élettársa lelépett, amíg ő kint volt. A filmekben ilyenkor szokták kiírni, hogy főhadiszállás. De jó. Fúj, mik ezek a dögök? Azok? Egy vagyon alapjai Józsokán. Robi és Diana, tegyék. Senki sem gondolta volna, hogy itt milyen nagyszabású bűncselekmény készül. Ez? Hímy Schmidt, a csincsilla. Ismered? Ismerős. Baromi érdekes. Nézd meg! Azt mondja, a csincsilla, más néven gyapjas csincsilla, legközelebbi rokonai a viszkacsa, ezt tudtad? Vagy a pampaszi nyúl. És a macskanyulak közül a legismertebb a perui macskanyúl, ezek mind a rokonai öreg, jó nagy család. Egy bunda körülbelül 160-170 csincsillából van neki. Kemény, mi? Rátérhetnénk a lényegre? Persze. Persze. Minek? A csincsillás történet is izgalmas volt. Szerintem is baromi. Ja. De ez nem kis állattenyésztőklub. Foglalkozzunk azzal, amiért itt vagyunk. Oxi. Először is. Meg kell szereznünk a raktár tervrajzát. Józsó, ez a te feladatod. Miért mondod éppen te, hogy én? Figyelj, egy rablás nem demokratikus dolog. Nincs gyufahúzás, sorsolás. Ki mondta, hogy te vagy a főnök? Én mondtam is, mert én vagyok a főnök, azért ez van. Kuplunk a főnök. Persze. Oké, főnök. Figyelj, főnök. Nézd meg, azt mondja, tényleg illik hozzám a csincsilla? Ez nagyon érdekes, hogy ezeket a kérdéseket kell feltenned magadnak. Azt mondja, kész vagyok arra, hogy két csincsillát tartsak, és felvállaljam a társ szerepét, ha egyikük elpusztul. Te például kész lennél? Józsó nem okoskodott tovább. Elárultuk neki, hogy mindennek a lényeg az alaprajz. A terv meg megvan az önkormányzat irattárában. A többit meg Kuplung rábízta. Építésznek tanulom. Külső, belső. Minden benne van. Nagyon jó egyetem. Tudod, ugye nem baj, hogy tegezzem lek. Csak olyan fiatalnak tűnik a korához képest. Mennyire nézel? Húsz. Max 30. Félre ne érts, csak mondom, éreztem valami rezonanciát, úgy összeremegett a lelkünk. Fred? Mi járatban? Hát a vizsgatermem, ez kellene egy kis segítség, egy tervrajz másolat. Beszélhetünk róla. Az események jó tempóban haladtak. Túlságosan is jóban. A nő persze nem mondta meg Józsónak, hogy bárki meghaphatja a tervrajzokat ingyen is. Csináljuk a locsát! Ott hát, ha meglátom! Még le is fénymásolják. Remélem, nem a saját neved mondtad be, amikor kikérted a másolatot. Komor. Mert ő kéne valami masterszám is a fanyelű csavar húzó mellé. Ja. Na. Ez itt a bejárat. Ezt mi őrizzük éjszaka Olivérrel. A cucc, amennyire láttam, be van kamerázva, de tudom a srácoktól a központban, hogy nem rögzítik. Nem volt rá lóvé. Volt mozgásérzékelő is, de egyszer beriasztott egy macskára, úgyhogy azóta ki van kapcsolva. A kapu kódos, nem kulcsos. A kódot csak a központban tudják. És néhány alkalmazott. A szép külön helyiségben van. Ott bent vannak a zsákok. A mi lóvénk, srácok! Oxi. Ez itt a raktár. Mellette az őrbódé. Ennyit tudunk, a többit már elmondta Józsó. Oké, akkor elmehetem? Nem, még tervezés van.
kuplunk? Nem lehetne inkább Józsó joghurtja az őrbódé? Nézd meg, jobban is hasonlít. Jó, jó, csináld nyugodtan. Nem hűl ki, különben, mert hideg amúgy is, úgyhogy... Folytathatom? Persze. Itt látszik, hogy a riasztó dobozához csak egy szellőző csövönnel tudunk eljutni. Ott lehet bemenni és kikapcsolni a riasztót. Józsi, szerinted a másik kört be lehet szervezni? Azt hiszem, azon lesz egy kis gond. Ne arra úgy a kutya miatt. Baleset volt. Rex nem hibázott. Ne vegyed a szájadra a nevét. Nem kéne annyit enned, de ami a legnagyobb halál, az a cukor. Mindent tönkretesz. Először az ereid mennek gajra, aztán megvakulsz, megfekélyesedik a lábad, impotens leszel. Előbb leszek impotens, hogy előbb megy a lábam a francba. Jó kérdés, mert tök nem mindegy. Nekem is volt egy kutyám, a Cézár. Úgy szerettem, mint a szemem fényét, de megdöglött. Kiszaladt egy Family Frostos autó elé. A terexed az méltósággal ment el. Semmi vér. Egy-egy is. Felejtsük el, oké? Nem felejtjük, és nem egy-egy. Értem, hát old meg. Na, minden lényegeset megbeszéltünk. Jó étvágyat kapunk. Hozzák neked is egy ilyen halat? Nem, nekem van. Hogy, hogy fel be? Mert te osztopod magasabb, mint az enyém. Az enyém az pontosan jó van, azt nézd meg, nem hogy jó túl... van. De azt túlnyomtad, nézd meg, ha ide beállok, egyformák vagyunk, nézd meg, nyomja a fejem. Itt meg 10 centi ki van. Hát ez magasabb. Három. Lejjebb ment? Lejjebb ment? Nem, nem teljesen. Miért nem? Nem baj. Ferde, le van szarra, most már ilyes vagyok, menjünk. Hogy ferde az oldal, így jó? Van. Majd azt mondjuk. Meg kocsiból nem úgy látszik. Így van. Kuplung azt mondta, ehhez a melóhoz egy igazi profi csapat kell. Ezt mi egyedül nem tudjuk megcsinálni, mert egy rakás debil vagyunk. Kellett először is valaki, akinek van jogosítványa. Ez volt Pista. Pista is szomszéd volt, a tűzoltó Laci bácsi fia. Pista először benzinezett a határon, csak 95-ben jött át. Aztán elvett egy magyar csajt. Az volt a gond, hogy a nő több lóvét nézett ki belőle, mint amennyie volt. Mi persze még onnan ismertük, amikor Ukrajnában törte a kocsikat, biztosítási okokból. Aztán egy indián együttest futtatott, mert érdekelte a zene, akik persze igazából ingusok voltak. A kis tartsai menekült táborból szöktek meg papírok nélkül. De gondok merültek fel a pénzelosztástól. A művész élet után inkább kölcsönt szerzett, vett egy kocsit és autóoktatónak állt. De a vezetési stílusa sajnos nem sokat változott. Szevasztok! Hello! Hello, késtél. Félre beszéltük meg. Igen, de fél múlt 2 perce. Szar a kuplunk. Másfél méterrel arrébb akartam megállni. Tudod, a tanítványok szétizélik. Na, térjünk a lényegre. Ha komoly a meló és pénzes, akkor vállalom. Az asszony most vett egy bőr sarokülőt részletre. Én gagyi melóra nem hívlak, öreg. A mackós még hiányzott. Kuplung egy igazi nehéz fiúra gondolt. Zárzorróra. Zárzorró nem ismerte az apját, az anyja nevelte fel. Miután átjöttek, az anyja megbetegedett. Nem volt semmi melója, úgyhogy nem volt más választása, mint a bűn útjára lépni. Először kisebb melókkal kezdte. De aztán ő lett a legjobb robbantós mackós a környék. Én mondtam, hogy gázszagot érzek. Amikor meghalt az anyja, elhamvasztatta és összepréseltette gyémántnak. Állítólag azóta is a nyakában hordja.
Egyszer került csak sítre, mert a társa feldobta. De azóta pánikbeteg. Én mentem felkérni, mert mi mindig jól tudtunk kommunikálni. Szasz! Minden rendben? Figyelj, egy balhé miatt jöttem, érdekel? Mackós meló is lenne benne. Nulla kockázat. Erről lenne szó. 8 napja nem alszunk. Azt hiszem, valamit csinálnom kell. Benne vagyok. A csapat már majdnem teljesen megvolt. Kellett még valaki, aki hajlékony, és ki tudja kapcsolni a riasztót. Persze mindkettőnknek ő jutott az eszébe. 1500 forint, úristen, mennyi mindenre lehetett költeni. Kuplung, gyere gyorsan! De? Amanda van a tévében! Most kapok egy infót Pecótól. Oda néz! Emeljük, Pecó, biztos! Jól néz ki, mi? Amanda a szomszédunk volt Munkácson. Egyszerre voltunk bele szerelmesek Kuplunggal. De ő a cirkuszt választotta. Híres guminő lett, aki bejárta egész Európát. Állítólag egyszer még Bulgáriába is eljutott. A karrierje akkor tört ketté, amikor induláskor megfeledkeztek róla, hogy bent van a lakókocsiban. Aztán Amanda új állást talált a helyi kábel TV-nél. Mi meg így megtaláltuk őt. Ez volt a sors keze, ami betette közénk a lábát. Hívd a számot, hát hogy felveszik. Sajnos nincs egy csillagkártyában. Jó, arról a kérletbe. Gyerünk, keressünk egy telefonfülkét. Most hova rohansz? Kuplunk, tudod a megoldást? Ja. Gyere, Kuplunk, hogy a számot? Hogy a 06? 90? Te barom a pénzt rakjuk. Dobjad már be, dobjad. 06-90, mondjad, hogy volt tovább. 25-25. Haló, szervusz, Amanda! Van valaki a vonalban, déli gyümölcs? Arancs! Csupi vagyok, Beregszászló, figyelj csak! Várjál, Amanda! Azt akarom, emlékszel rá? Amanda, Kuplung vagyok, mondom a számom, várjál. Hívjál vissza, lejár a pénz. Na, baromi jól nézel ki, láttunk a tévében, Amanda! Esetleg tudná a megfejtést? Leszarom a megfejtést, egy telefon fülkében vagyok. Van ott tévé a fülkében esetleg? Mondom a számom. Várjál kicsit! Pillanat, azt mondják, fúlad! Mondom a nem számok! 105! A tűz alatt a megfúladom! Várjál kicsit, ne megfúlad a Kuplung, várjál! Amanda, elfogy a pénz, ez 200 forint percenként, ez rablás, tudod? Várjál, a megfejtés, déli gyümölcs, banán! Amanda, banán! Banán! Hello! 8... Letette. Késő jutott eszembe. Mit banánozol? Mit banánozol? Hát a déli gyümölcs, most ugrott be. Barom a nyálat, az. Mert a narancs északi, mi? Te áll! Te, Kuplung? Mit akarsz még? És Amanda ügyben mi lesz? Most semmi. Most alszunk, mert ha nem alszol, holnap hülye leszel. Ha alszol, feltöltődsz, megújulsz, holnap új ember vagy. Nem ez a darabszal, ami ilyenkor. Egyébként meg nő előttem nem áll meg, ha érted, hogy miről beszélek. Te, Kuplung? Azt tudtad, hogy magyarázás közben mozgatod a lábujjad? Hagyjál már békén. Pedig ez tök érdekes. Mert alul általában senki se figyel, és mégis mozgatod. Mondtam, hogy hagyjál, aludjál. Oké, próbálok. Te Kuplung, én is mozgatom? Nem mozgatod. Úgy áll, mint egy marék száraz tészta. Akkor viszont ez nem általános. Ez csak neked van. Na, akkor ezt megbeszéltük, jó éjszakát. Jó éjszakát. Te csúpi, én nem mozgatom, de majd kéne után fogad. Persze Kuplung nem adta fel, másnap felment Amandához Pestre trolibusszal. Azt mondta, Amanda régen oda volt érte, és most is fog tudni majd hatni rá, mert megvan köztük a kémia. Szia! Ti meg mit kerestek itt? Gáz volt a tegnapi telefonnal. Csak sétáltatom a fikuszomat.
Sajnálom. Ezt neked hoztam. Köszönöm. Megfogod? Persze. Elkísértek? Persze. Roli, fogd meg. És Csumpival mi van? Megvan. És mivel foglalkoztok mostanában? Bemutatózunk, de nem igazán szalad. Edény? Dehogy, Harci. Kire? És te, megszoktad már itt? Én mindenhol megszokom. Itt is szarul élek, itt is szemetek az emberek. De legalább a régi barátaim nem szivatnak. Akkor most nincs semmi már ott? Nincs. Ugye? Volna valami. Valami mi? Nem akarom, itt lehetne nálad. Hát... addig tolhatom? Persze. Bocs. Bocs. Látod, hogy mit kell csajozni? Jó dubával. Akkor Kuplung Amanda lakásán részletesen elmesélte a tervet. Trolibuszt nem tudták felvinni a harmadikra, de Kuplung nem is nagyon erőltette. Szóval át kellene bújnom egy szellőzőcsövön. Ja, ja. Érdekes terv. Én találtam ki. Nem kellett volna mégis felhozni a bátyárat? Nem, nem. Csak kellemetlenül érezni magát. Remekül el lesz az udvaron. Nagyon szeret udvaron lenni. Milyen a pasid? Anti? Olyan szerencsétlen. Most éppen rendőr. De iszik. Jó lenne elköltözni. De most ő tart el. Felejts el az egészet, jó? Tudom, szólhattam volna előbb is. De tudod, azt gondoltam magamban. Bármit megtennék azért, hogy ne kelljen ezt tovább csinálni. És ez belefér a bármibe? Bele. Anti meg talán meg se tudja. Regyetemszki, dolgul, mogul, mogul. Jó napot kívánok! Megkérdezhetem, hogy mit csinálunk? Zagorlóvka, patóron. Aho! Jó ember! Mit csinál itt? Ne üvölts, menjük süket. Vigyázok egy hölgy fikuszaira, amíg az öcsém beakaszt neki. Na, megjött a lurkó. Nem, ő itt hagyta a kulcsot. Igen? Mondd azt, hogy családlátogatás vagy a gyerek miatt. Jó napot, családlátogatásra jöttünk a gyerek miatt. Aha, jó napot, de gyorsak vagytok. És mit van itt a tanár? Kestem el is. Anti! Neked kús! És megnézi, hogy tartunk-e itthon svéd szekrényt. Na, ide figyelj, kisöcsém, ha még egyszer meglátlak itt, három gulyód lesz. 10 négyzetméteren szétszól. Értem, 3 gulyód, 10 igen. Na, most már tényleg mennem. Hello. Hát Amanda sosem volt erős a párválasztásban. Az élettársa helyben hagyta rendesen, és persze hiába ment volna a rendőrségre. Így Amanda is hozzánk költözött. A gyerekkel jött, akinek a nevelése rám maradt, amíg ő éjszaka takarítani járt. A postás 13 helyre vitt ajánlott levelet és 5 helyre pénzt. Hány helyre csöngetett összesen? Ez mekkora hülyeség? Zárzórónak meg kellett szerezni a robbanóanyagot a széfhez. Egy barkácsbomba volt nagy tarcsán, néhány kiló szentex. Illegálisan. Zorro valahonnan tudta. Ilyen maffiás téma. Ők hesszeltek, mi meg Kuplunggal megcsináltuk a cuccot. Itt vagyunk, ez az ajtó. Jó van, menj, nyissad. Ne add az állkulcsokat. Milyen nálad van? Nőlik ágyán elfelejtettem. Szerencsétlen kurva jelben nincs rá, hogy semmi. Ne, egy csavarhúzó van, annélkül nem megyek sehova. Figyelj, feszíts ki az ablakot vele. Gyere, menjünk. Az az igazság, hogy
betörőset játszottunk. Hazamegyünk, játszottunk gyilkosos. Nem vagyok. Jóba. Kapjunk. Azt hiszem, beszorultak. Karom. Mi? Figyelj, én nem akarok pánikolni egyáltalán. Momentán kurvára be vagyok szarva. Figyelj, nincs benne valami, amivel le tudod vágni a karom. Csoda. De normális vagy? Igen, láttam valahol, hogy egy egymászónak beszorult a szikla alá a karja, és levágta. De kapjunk, nekem a vállam szorult be. Hát a szarab, hogy valahogy old meg, bazdnak. Minden rendben. Kicsit megütöttem magam, de nincs semmi baj. Hol vagy, Csupi? Rám esett egy csalkópont. Ide, nyugi. Nyugi, megpróbálok bemenni. Na, minden oké, Csupi? Minden oké, hála. Cucc megvan, hála Istennek, nem tört el semmi mutya. De hogy nézel ki, Csupi? Mert hogy? Kuplung, ne hülyéskedj, csak rám borult a Neolux. Kuplung! Hát ennek aztán tényleg nem volt elég. Hát nem, mert nagy szegeccsel vagy fogszegeccsel kellett volna megfogadni. Milyen rokszegeccsel? Fogszegecs! Hát csillagbeli csavarra, itt belecsavaroztam a szalátékót, miért nem maradott? Nem megmagyaráztam, hogy mindegyikhez kell kontrolnyát tenni. Így nem áll meg soha az életbe. Fölbosszantasz mindig ezek a hülyeségekkel, majd meg kellett volna heggeszteni. Ezt a homérobot a vassal, normális kétség! Kapszalnak el, Susan, én mindent ide hozom! Horkom ide, mint Isten! Hát persze, hogy a vihar leszedi! Na elmegyek a bolondtól, nem érdekesz. Ki hozott belőlem az állatot? Amikor mindenki megvolt, csapatépítésre mentünk zárzóró telkére. Mert nálunk a szomszédok miatt nem lett volna biztonságos. Meg mi a hányásért nem tudtad elhozni azt a rohadt térképet? Arról volt szó, hogy megyünk 100 métert a buszmegállótól, és ott vagyunk a háznál. Neked ugatok, Csumpi? Bocs! Térkép ezeknek? Majomnak telefonkönyv. Ne sírjatok már! Kint vagyunk a természetben. A természet halálosan veszélyes. De ráadásik egy pullancs, olyan nagy hártyagyulladást kap, hogy folyik a hátadon a geny. Na. Mire szoktunk hiányni a nyucikával? Ott halt meg a verandám. Mindent úgy hagytam, ahogy akkor volt. Anya, de ocsmány ez a ház. De mindjárt ez a kulcs. Ahogy itt van. Na. Azért remélem, anya nincs itt. Hát, ahogy veszük, Pistikét. Bemegyünk az árnyékba, te sokkal. Mancikám, itt vagyok, Manci! Elvanni! Oda néz! Ide nézzétek! Ez micsoda? Ez az én csettegőm! Ez az! De baromi jó! Öregez! Jól néz ki! Az a nap olyan volt nekünk, mint a nyaralás. Nem is emlékszem, mikor nyaraltunk utoljára. Úgy éreztük, hogy egy nagy család vagyunk, mint a keresztapában, és nekünk senki sem árthat. Boldogok voltunk, mert hosszú idő után csináltunk valamit. Gyakoroltuk a rablás minden részletét. A megérkezést... Hé, vele mi lesz? Hé! Te normális vagy, Pisti! Nézd meg, ott van a kerítésen! Nézd meg, nincs elég baj a nyomorútnak! A robbantást... Szép csinosra meggyurmázzuk, feltesszük, így, hopp, igen, ott majd nem esik le. Nem, profi az arra. És ami a legfontosabb, modelleztük a behatolást a szellőzőcsövön keresztül. Azért én egy kicsit nagyobbra vettem a modellt, nehogy szoruljon. Mert én tudom, milyen, ha szorul. Bocs. De semmi baj. Milyen ügyes vagy. Köszönöm. Szép vékonyan vágott. Aha. Anyukámtól tanultam. Mégis miért vállaltad el? Társaságra vágytam. Erre? Igen, pont erre. Neked könnyű. Neked ott van a gyermeked, aki csak hozzá tartozik. Én egyedül vagyok, mint az ujjam. Miért nem keresel valami asszony? Na, miért? Miért? Olyat, mint az anyukám, olyat úgysem találnék. Nagyon hiányzik anyukám. Másik luk.
Köszönöm. Nagyon rendes vagy. Amanda mindig jól kijött a szerencsétlenekkel. Kuplung elmondta akkor mindenkinek részletesen a tervet. Bár már mindenki ismerte nagyjából, de Kuplung imádta az értekezleteket. Sosem volt kinek tartania, de most ott voltunk neki mi. Figyeljetek! Nem szeretem az értekezleteket. Kortyot? Köszönöm. Amanda? Nem szeretem az értekezleteket, azt mondom. Ja, figyelj, nem szeretem az értekezleteket, azt mondom, hogy beszéljünk át. Így van. Szavonta egyszer van megsemmisítés. Akkor jön a közjegyző, de ő is meg van kenve. Na, ezelőtt van a legtöbb pénz a raktárban. Aztán úgy hajnal kettő körül megjön a főnök, és ő is elviszi a maga kis adagját. Igen, most te beszélsz, vagy én? Most ő beszélt, de... Kuplung. Na, az a lényeg, hogy nekünk kell előbb odajönni. Aztán, ha megjön a csóka, mit tud mondani? Mit? Semmit. Semmit. Nem jelzik egy fillér sem. Minden le van leltározva. Nem túl bonyolult tervez? Szerintem nem. Hát pont ez az. Bemegyünk, kihozunk a pénzt, és elszaladunk. Aha. Mozgásérzékelők? Talán. Mi az, hogy talán? Nekünk azt mondtad, hogy nincsenek. Akkor nincsenek. Na. Anya, unatkozom. Mindig csak erről beszéltek. Mindjárt befejezzük, kicsim, jó? Nem játszol vele? Majd én játszok vele. Nekem úgyis csak vezetni kell. Mi a meg a kocsit ellopni? Micsoda? Nem. Én még soha életemben nem loptam el autót. Nem. Miért kell kocsit lopnod? Csak viccel a bácsi. Ez nem vicc, Pistike. Nincs kocsi. De van kocsi. Persze, hogy van kocsi, de nem szokás saját kocsival menni rabolni. Meg Dacia-val amúgy is nasz. Mi? Ne kóstolgass, bazdmeg, ne gyere nekem megint ezzel. Én kiszállok. Nem szállsz ki sehova, bazd meg. Itt van a rohadt robbanószered. Majd én lopok kocsit is lopok, érted? Mert nekem van rá idő, meg az a banda főnök dolga. Igyeljet. Volt egy vízió. Láttam magunkat, hogy sikerül valami. De nem. Ez szopás. Ez úgy szopás, ahogy van. Ne beszélj ilyen csúnyán, kérlek. Túl érzékeny ehhez. Figyelj majd, ha megvetted a házadat, ott mindenki úgy beszél, ahogy neked tetszik. Kérem valaki egy szendót? Hagyjál már szendóddal. Figyeljetek, ez a terv logisztikailag tökéletes. Mindenki figyeljön oda, nem lesz semmi problém. Na. Így van, és nem marjuk egymást. Jaj, nem. Várjál. Ez szopás. Oké, ez az. Tudod, nőkkel nem igazán van szerencsém. Mondjuk nem is öltözök túl divatosan, meg az a, ezért, hogy nem nagyon tudom visszaívni őket, mert mobilomon soha nincs egység. Pedig nem iszok. Max születésnap, névnap, keresztelő, bérmálás, ilyesmi. De akkor is méltósággal. Pedig érzelmes típus vagyok, abszolút. Meg a romantika, az nagyon közel áll hozzám. Igen. Én is szeretek kefélni. Amanda tényleg jól kijött a szerencsétlenekkel. Tehát az éjszaka, öröm elégedett arcukat lát. Fia Kuplung. Mézes az állat, köcsög gyerek. Köszi. Jó reggel. Többiek? Jó, rosszán fut valahol. Zorro meg a mamájával beszélget a sufni mögött. Lilike alszik? Jobb is, hogy ezt nem látja. Mit?
ezt a turbékolást. Gondolom este volt furulya szó is. És az is volt? De nem volt. Én nem emlékszem rá. Béka volt rengeteg. Intézzétek el ezt egymás között, jó? Picsám, nem bűnban, de ez magányosok klubja. Szerencsétleneknek. Kopon, valami baj van? Kenjek neked egy kenyeret? Barátság, faszom. Pedig kajálni kéne neki, mert nagyon vékony. Egyébként Kuplungnak teljesen nem volt igaza. Nem is járt vele Amanda. Csak 14 éves korában egyszer megfogta a mellét. Viaszos vászon esőkabáton át. Ami bármi lehetett. Egy szendvics is. Szerintem ilyen dologra nem lehet féltékenységet építeni. De Kuplunggal innentől sajnos megváltoztak a dolgok. De sokan kényves. Ne várjál, mi biztosítunk. Na, hogy haladsz? Jó, estére meg lesz a makett. Te gondolkoztál már azon, hogy mit csinálsz a pénzzel? Nekem nem kell gondolkodni. Trolibusz megy Kínába, jössz egy kúrára. És ezresekbe fogsz fizetni. Figyelj, te azzal ne foglalkozzál. Te foglalkozz a saját ezreseiddel. Jaj, Amanda azt mondta, hogy ha megkapja a pénzt, vesz egy házat és leköltözik oda a gyerekkel. Költözön engem nem érdekel. Ne nyúljál semmihez, jó? Ne nyúljál semmihez. Na. Na, ezt ellopták. Hát Pedig odafogadtam rendesen. Hát alumínium, még a felirat is alumínium volt. Jó, hogy elvitték, én is elvittem volna. Hát tudod, milyen pénzt lehet érte kapni? Figyelj ide, nézd. Jó megy a kobakom a mellényhez. Adjál már gondolkozni, jó. De várj, nézd, figyelj. Megfordítom, így reppes. Várjál. Mi van? Hozunk egy másikat, hát nincs másik. Elvitték a házat, nem vetted táblát. Menjél már. Rap. Nem kapsz, hogy... Kuplunk, kész vagyok. Azt súgta az ösztönöm, hogy itt a másodikon van a tanári. Legközelebb egyedül jövök a gyerekfogadó órájára. Jó, tőlem úgyis mindig én vigyázok rá, ha Mandi melózik. Mit mondtam? Hogy én vigyázok rá. Utána mit mondtam? Mandi. Az Amandát hívom Mandinak. Már Mandi, guztustalanok vagytok. Lehet, hogy éjszaka elszórakoztatod öreg, de én tudom, hogy te milyen vagy. Milyen? Olyan. Milyen? Olyan, érted? Olyan, és befejeztem, vége, én nem beszélek többet veled. Kuplunk, figyelj! Kuplunk, tuti, hogy erre van, hallod? Erre fele... Kuplunk! Vigyelj, ott alsós tantermek vannak. Mi legyen, nem beszélünk. Ilyen, voltam ott kétszer. Igen. Kezi csokolom. Erika nénit keressük. Én vagyok. Balogné Erika. Kezét csokolom. Tessék. A Lilike miatt tetszett hivatni. Tessék helyet foglalni. Köszönjük szépen. Maguk kik? Pillanatilag momentán mi élünk együtt a kislány édesanyjával. Mind a ketten? Igen, baráti alapon. Ő él az édesanyjával, én meg a kislányjal. Én nevelem a gyereket. Maguk egymás barátai, vagy úgy valamennyien barátok? Igen. Erika néni, félre tetszik érteni a helyzetet. Mi most ugyanis átmenetileg összeköltöztük, különböző dolgok miatt tetszik tudni. Rezsik, családon belüli erőszak, közös ügyek, itt a... mert hogy mi nem viszont... Ja, ne, legfeljebb négy napon tetszik tudni, akkor is méltósággal, nem? Na, nem is vettem észre, hogy lemásolta. Maguk szerint mit ábrázol ez a kép? Én szerintem ez én vagyok, nem? Ott meg Kuplung, és szerintem Lilike az édesanyjával. És a tervrajz? Ja, rajzoltam egy hétvégi házat a gyereknek. Névnapjára ez volt minden vágya. Apukák. Ez minden, csak nem vidéki ház. Itt van egy páncélterem is. Ab.
Budit tetszett elnézni. Akkor miért van odaírva, hogy páncélterem? Viccből. Jó. Maguk így viccelnek. Igen, mert betörőset játszottunk. Hagyd nevessen az a gyerek. Nagyon jó. Lilike ma azt mondta az egyik osztálytársának, akinek mellesleg ügyvéd az apja. Ügyvéd. Hogy az ő apukái sokkal többet keresnek, mert annyit rabolnak majd, amennyit akarnak. Apukának nevezett. Ez hülyesség, ez a gyerek kitalációja. Én is azt gondolom, Erika néni, hogy ez... Én viszont nem tartom annyira hülyeségnek, úgyhogy megnéztem a térképen, ha már az utcákat is odaírták. De azok az... Csönd legyen, apuka! Nézzék! Én nem tudom, mennyit akarnak rabolni, gondolom nem keveset. Ugye? Na már most, ha nem akarnak börtönbe kerülni, én egy tízessel beérem. 10 000 az én szerintem menni fog. Plusz 3 0. Az 10 millió kuplunk. Ez egy pedagógusnak sok pénz. Maguknak gondolom nem annyira. Erika néni, és mi van, ha bekeményítünk és nemet mondunk? Akkor ezt a kis tervrajzot eljuttatom a megfelelő helyre. Értem. És hiába venné el, csináltattam másolatot. Az már biztos helyen van. Biztos elvitte a Xeroxba. Erika néni, kapott meg egy pohár vizet. Folyosom. Van ez a nyomós csapasznál. Zene, amelyet mindannyian szeretünk, Don Pius az én rádióm. Szerintem ebben mindenki egyetért velem, pénzből aztán soha nem lehet elég. Ennek jegyében jöjjön egy 90-es évekbeli klasszikus, a Néa féle All About the Money-n. 1999-ből játszom ennek a Kulincs rádióban. Lilike, vegyél te is. Köszönöm, hogy meg kell válogatni. Nyugi, kopunk. Tervez, mondja csak, hogy mi a téma. Figyeljtek! Kuplunkra azt dumáltuk, hogy József, te beleteszed a kolléga italában a altatót. Elalszik. Másnap, mint a fölébred, érted, senki nem fog keresni semmit, mert a pénz senképpen nem is létezik. Mandi, te visszakapcsolod a riasztót, mikor kész vagyunk mindennel, és a szellőző csövön keresztül elegánsan távozol. Én pedig, ha bármi van, Olivére nyomok minden. És megpattanok, hogyha rám szállnak a tulajok. Ez elég egyszerűnek hangzik. Félücsi. Hát a kocsiban nősz és figyelsz, bárki jön, dudás. Ja, bárki, fiasik, beállsz a helyére. Aztán eljött a nagy nap. De a dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Anya! Kiskerék, azaz! Kérem, várjál! Fúrra, tényleg elismert az egészet. Ezt tudjátok, hogy van egy kis gond? Mi? Hát hatan vagyunk, a kocsi meg 5 személyes. A mocskos rohadt kurva életben, rokkantat húzunk után, futon te meg azon problémázol, hány személyes a kocsi. Felesleg elmondanám, hogy a kulcs beletört az árba, csak mint grátis. Baszki. Itt az árspecialista. Kocsival nem foglalkozom. Menjünk a te kocsiddal. Nem. Az ennyi meg. Kislány? Nem hagyhatom itt egyedül. Hogy? Mert fél. Rabláskor nem fog félni? Nem, attól megnyugszik. Jó. Akkor mi busszal megyünk. Ki megy még busszal? Ő meg a mamája. Anyád. Pistikém, menjél már azért a kurva kocsiért. Ne kérhetélek, hogy ne károkodj folyamatosan a gyerek előtt. Mióta vagy te lőrincel, Lajos, baszkikám? Betörni megyünk, nem szép kiejtési versenyre, baszki. Kuplunk, légy szíves, ne légy ilyen, kérlek. Tosidnak mondd meg, milyen legyen, és ne taperolj! Ne taperolj! Jól van, Kuplunk, akkor károkodjál. Nem lehetne valahogy máshogy megoldani? Nem. Rendben van. Akkor megyek és hozom az autót, jó? Remélem az asszony már lefeküdt aludni, és nem veszi észre, hogy elkötem a kocsit. Ha kipihented magad, akkor pókozunk tovább. Ne nehezen indul ez az egész. Késnek egy órát? Addigra lehet, hogy felébred. Csak 6 szemet tettem a húslevesébe. És a főnök is ide érhet. Na mindegy, majd megoldom. A legfeljebb belerőltetek még egyet ebbe a tohonya baromban. Hello. Ho-ho. Hello. Te itt álltál eddig is? Ja. Csak
nem akartam ma beszélgetni veled. Nehéz napom volt. Értem, de nem én ettem meg a leves, hanem Kántor. Józan, ez a második. A második, te kegyetlen állat. Ne haragudj, egy sajnálatos baleset történt. Sajnálatos? Jobban örülni, ha én feküdnék itt, mint a szemét. Nem. Te most olyan állat a szemét. Oliver. Oliver. Az uszad rám! Azt mondtátok, késtek! Én muszáj jöttem. Nem volt forgalom. És így jöttél végig? Normális vagy? Hogy jött-e volna így? Meghalt. Szerinted? Meghalt. Anyukám, ha élne, biztos nem engedte volna, hogy ilyenbe belemenjek. Mit csinálsz? Megjött a Pisti. Csumpi, zállj már le a nőről. Megjött a Pisti. Menjetek, pakoljatok. Tegyétek át az után, furul megyetek. A feleségem azt mondta, hogy egyre legyek otthon. Kösz szépen, kurva rendes vagy. Mit mondtál neki, hova megyünk? Azt mondtam, hogy titeket viszlek fellépésre Siófokra. Siófokra? Ne arra, hogy más nem jutott az eszembe. Ja, és még valami. Igen. Azt mondta, hogy hívjad föl. Mi? Hogy én is ott vagyok. Micsoda? Érts már meg, a házasságon forog kockán. Itt a mobilom. Nem volt kurva életbe abba. Hogy a tökönben van benne a feleséged, mert az Anikónál nincs? Rozsomák. Szervusz, Anikó. Szia, Kuplung vagyok, a Pista barátja. Talán mesélt rólam. Ja, jól vagyok, köszönöm. Pista is jól van. Épp most álltunk meg egy benzinkútnál. Ja. Hogy miért álltunk meg? Mert ki kellett mennem WC-re. Székesfehérvárnál. Hogy miért Székesfehérvárnál kellett kitennem? Mert megittam két üveg ásványvizet azért, mert rossz a vesém, azért. Szar a vesém! Nem szarok, Anikó! Szar a vesém, rossz a vesém! Fogtos! Nem, csak mondom, hogy igen, Anikó, figyelj, le kell tennem, nagyon-nagyon örülök, hogy beszélhettünk, majd még hívlak. Szia! Gratulálok, szerencsés ember vagy. Józsi! Álljatok vére, Csupival megnézzük, mi a helyzet. Jöjjek, Kuplung! Nem tetted ki a vesződ, Csupival. Atya úristen! Meghalt. Mikor? Pár perc. Szerintem álljatok be a parkolóban, másik kocsi mellé. Az övé volt a kocsi? Az övé. Ez a piros kocka, Zsiga? 1500. 1500-es. Te hova, kurva életben? Cuccoként. Oké. Ki jött el meg? A koleszterid. Kicsoda? Az életmód. Hány altatót adtál neki? Ennél azért ez bonyolultabb. Magával végzett. A szíve. De hiába mondtam neki. Elment a kutyái után. A kurva életben. Tudod mit, Kuplung? Csomagoljuk be valamibe és tegyük el valahova. Ja, dehova. Persze én viszem a vállát. Kuplung, tényleg nem elő volt szó? Ne fogjatok már vissza a csomagtartót! Andi! Rendíts meg! Amióta anyukám meghalt, a hullákról mindig ő jut az eszembe. A kék arca, ahogy néz rám. De mintha mögém nézne, pedig nem is volt mögöttem senki. Igazad van. Tényleg így néz. Kicsit ideges a Kuplung, bocs. Zorro, érzem? Figyelj, édesanyád nagyszerű asszony. Megértem, hogy hiányzik. Persze, ő volt az egyetlen ember, aki igazán szercsizett.
egész életemben. Zorcsi, hát mi is szercsizünk, bazd meg. Én is szeretem anyukámat is. De láttam a spektrumon, hogy ahhoz, hogy az ember ne legyen depressziós, napi 17 érintésre van szüksége. Csumpi, köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad. Ja, na, gyerünk, szedjük össze magunkat. 17 is csináljuk meg. Oké. Na, kezdjük. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Nagyon bebasztam a fejemet, kuplu. Hogy vetted vele ezt a szart, hogy? Azt hittem, kilátok a szálakon. Azt hittem, gyerünk már. De bebasztam a fejemet. Mintha a mennyországba másznánk. Lehet, hogy mégis ilyen lélegzés volt, kellett volna felvenni, mert tohatom a riszket. Na miből? Ez egy alacsony költségvetésű rablás. Ez nem valami Amerika. Ez mi a losza? Váltáspólók, ha leizzadnék, meg szenyák. Micsodák? Szendó, szalámis, meg sonkás. Vegyetek nyugodtan. Hol a gecibe vannak a szerszámok? Lent, kuplunk. Húzzatok lapicsába. Menjetek már! Hogy fogjuk kitartani az időt? Menjetek már! Gyere, szalám! Amúgy figyelj! Lehet, hogy nem a legjobb pillanat, de csak azt akarom mondani, ha a Csumpit választod, az se rossz választás. Ő is férfias a maga módján, meg nem is néz ki rosszul. Az igaz, hogy ő sportol. De én is sportolhatnék. Nem beszélhetünk, hogy ez később. Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok. Hívj, akkor mások hozzá. Rovadj meg! Akartam mondani, hogy menj arrébb! Forró! Igen! Nem hoztál valami szart, amivel ezt halkabban lehet-e csinálni? Kész, így szabad! Forró! Igen! Igen! Ugye, ezt négy sima csavar tartja. Igen? Hol? Itt, itt a vakbogár anyádat, itt! Tudom a választ. Erre? Ne kapkodj, ne menj rá az időre. Inkább a precizitásra. Itt, itt van. Ez az. Itt van. Már nincs benne ez van. Mindjárt. Kész. Oké. Nem mondjatok semmit. Kész. 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 Mi feladom. Hazamegyek. Zorro, ne csináld ezt, kérlek szépen. De nem, én már nem vagyok a régi. Zorro. Én nem is értem, hogy miért nekem hívtatok. Nem lehetne ezt máskor megbeszélni, erre most nincs idő. Nem. Zorro. Ezt most kell megbeszélni. De Zorro, mi nagyon bízunk benned. Tökre, Zorro. Figyelj, kérlek. Nagyon melegen van, nem kezdhetnénk el. Na, csináljuk. Oké. Gyere, Mandi. Tűz, csúsz. Jó, az első kodár utáni szobában. Persze. Riasztó. Próbáld meg. Oké, sezzük. Jó. Bocs. Jaj, az a csúszi számját. Veszik. Hajrá! Csúsz! Várjál már! A kötél! Nem kötöttük rá a kötelet, Mandi! Úristen, mindjárt rosszul leszek! Nyugi! A kezem! A kezem! Kezem a kötelet! Itt a kötél, fogja! Csúsz! Nyugisak! Menjél, mi van? Beragadtam. Megszólok. Te is tágabbra vetted a makettet? Hogy is. Mert én is. Te is! Amanda! Amanda, jól vagy? Beragadtam! Igen, és itt minden mozog. Meg recseg! Semmi gond. Megegyétek, mi az? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Töltök bele egy kis olyat. Mi? Jobban csúszik. Hagyjad már ezt a hülyességet. Amanda,
Jól vagy? Minden rendben van? Valami folyik rám, mint... Úristen! Két hal fejezd be, nagyon szépen kérlek, hogy fejezd be. Gyere. Mi történt? Lilike, édesanyja elutazott. Most? De hova? Mit tesz ezzel a baromsággal? Gondolom, ilyenkor ezt szokták mondani. Srácok, mi van? Ha mondom, beszorult a szellőzőbe, ami leszakadt vele. Hogy hagyhattátok ott? Nehogy azt hitt, hogy ez nekünk könnyű döntés volt. Ráadásul a kötél is beesett, mert a csupi nem tartotta. Nem mondd már azt, hogy én csesztem el, komolyan, te is ott álltál, és ugyanúgy nem tartotta, csak néz előtte. Néz előttem. És milyen baromság volt már ez az étolaj téma? Csak azért, hogy kicsit jobban csúszol. Én tehetek mindenről. Visszamegyek érte. Én is megyek. Ne nézzél, én sem maradok. Én is megyek. És ki vigyáz a gyerekre? Kész vagy már? Nyitva a kapu? Nincs. Akkor még nem vagyok készen. Bocsánat. Föl kell vennem. Halló? Igen, igen, itt vagyunk. Igen, épp fellépésre készülünk. Most koncentrálnak a fiúk. Nővel? Nem vagyok nővel. Tedd le! Valahogy le kell tennem. Kikapcsoltam a riasztót. Nagy vagy. Hát azt hittem, jobban fogok örülni. Mocskos életben. Majd én. Oké, fungi, fungi. Be kell csúsztassak egy kártyát. Aha. Mert azt hétveszítem. Automatikusan riasztom. Mikrokapcsolom. Csumpi! Olyan? Hozd a csípőfogót. Kopjunk fog meg. Mondjad meg ezt a rohadt szendvicset. Ne bölcsetek már, kérlek. Légy szíves, vágd el! Itt gyere! Fekete vagy fehér? Mondd meg a kezem! A fekete! Fekete! Lehet, hogy el fogok ájulni! Ez az! Nagy vagy! Neked elviszik a embernek! Anyukám segít! Elvesztettem anyukámat! Elvesztettem anyukámat! Nem tudom nélküle megcsinálni. Nem tudom megcsinálni. Szorú kurva életbe! Arra volt szó, hogy egy gyártó van! Nem tudom, én soha nem jártam itt bent. Nem jártam bent? Semmi szeme! Kopjon, mutasd csak! Mit nézel? Az, hogy nem nyomódott te bele, hogy melyik számokat ütöttem meg. Én, ha valahova bemegyek, becsukom magam utána az ajtót. Miért te barlangba laksz? Majd kifelé kinyitjuk. Ha nincs belül zár! Látod, akkor meg mit izgulsz? Csak a központból lehet belülről kinyitni.
Te mit keresel itt? Nem a kapuba kellene kinnülned? De ez a legizgalmasabb rész. Megőrülök! Megőrülök! Zoro, robbantsd le ezt a szart! Anya nélkül nem tudom. Mi? Mi van? Rohama van, nem érted? Semmi baj! Itt van nálam a papírzacskója. Gyere, lélegezz magad! Csumpi, hozd a flexet, azzal mindent meg lehet oldani. Itt vagyok, az nem igaz, gombra. Mi van? Azt hiszem, lemerült kuplunk. Szerintem hiába ütöd, ennek tuti, hogy más a kódja. Abban a pillanatban én is úgy gondoltam, hogy papírkutyák vagyunk. Igazi hülyék. De Zorro erőt merített a papírzacskójából, és azt mondta. Oké, fiú. Minden rendben van. Rendben. Belki békém helyreállt. Úgyhogy. Zorro, robbantani fogok. Ráhelyezem. Nem esik le. Leesett. A kurva életet utáltak. Húzzatok a sarok. Húzzunk innen, húzzunk innen. Azt hiszem dolgom lett. A tervrend szerint az irodában van egy ablak, amin simán ki tudunk ugrani. Hogy jutunk oda, te barom, becsuktad az ajtót. Itt vagyunk egy ketrecbe a kurva életben. Menjünk ki ezen az ajtón, ez nyitva van. Csak ne legyen ideges, jó? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hát itt a lófi! Ezek mind ki vannak lukasztva. A jók a széfben vannak. Rohadt életben. Az ablakon keresztül, mi? Jelenek, tervrajzolik, ablak volt rajzolva. Trollibusz! Itt vannak a zsaruk! Nincsenek. Mi dudáltunk? Véletlenül. És anya? Mi van a mandával? Maradjatok itt. Jobban vagyok. Robbantani fogok. Na, bemegyek, te maradj itt. Rosszul vagyok. Rosszul vagyok. Ébresztő, mindjárt robbanunk. Huszolhat. Jól vagyok, semmi baj. Kuplunk, keresek egy másik kiállat. Mi történt? Semmi különös, majd felrobbantunk. Én visszamegyek a pénzért. Zorro bácsi, jól vagy? Igen, köszönöm, most már jobban vagyok. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Ennyi hülyét egy rakással. Nem hallok semmit! Kuplunk, jól vagytok? Elküldöm meg kornának. Ezeket a zsákokat tegyétek a piros kocsinak a csomagtartójába. Vigyázz Zorro bácsira, megkeresem ezeket az idiótákat. Jó. Csupi, ne engedj gyorsan! Trollibusz! Jól vagyunk, ott vagy! Nincs ott senki! Trollibusz! Papírkutyák, hazamegyünk. Kéne becsukni a kaput? Becsukom a kaput, jó?
Dóvi? A mocskos rohadt életben. Nyugig józtam. De nem mindet, ugye? Csak a jelölteket, amiket a főnök félretett magának. Tesó, nagyon nagy baj. Nem fogják érteni, miért robbantottuk be egy ajtót. Nem mindtünk el semmit, gondolkodhatnak azok a sok. Nem hallok ám egy kurva szót, ha robbant. De azon izélek, hogy nem fogják érteni, hogy miért robbantottuk fel az ajtót, mikor nem kell semmi, nem? Zászoró megvan? Meghalt. Megvan? Őt is kiosztam, menjünk már! Hát megcsináltuk. Akkor mindannyian kicsit büszkék voltunk rá, hogy ilyen profin sikerült. De ez az érzés nem tartott soká. Köszi szépen mindent, Pisti. Ne hagyjatok itt semmit. Oké. Okay. A hulla bassza meg. Kuplunk, nyugi. Megyünk, kiveszünk és elássuk valahol, oké? Okay? Hol? Hol? Egy temetőbe. Ez a régi ötletem. A hulláknak ott okay. Állják. Gyerünk, gyere. Hol a pénz? Ott kell lenni a csomagtartóba. Hát de nincs ott! Jó, Lilikének megmondtam, tegyed be a csomagtartóba. Lilikének? Igen. Te gyerekre bízol több 10 millió forintot? Jó, hát, de Zorro is ott volt. Te sokább, te nem csak béna vagy, hanem idióta is. Hagyj ebbé ki, mert ébresztjétek fel Lilikét. Ébresztem fel, majd megmondja reggel. Intézzétek el a hullát. Nem hiszem el, nem ébreszti fel. Kuplunk, kérlek szépen. Nem ébreszti fel! Akadjál már le róla, nem ébreszti fel! Kislány, nem lehet fölébreszteni. Kuplunk! Hát megállod. Menjünk, ássuk el a hullát, és minden. De a dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Tegnap éjjel leégett egy raktár itt Csepelen. A bank egy megsemmisítéssel és más értékpapírok forgalomból kivonásával foglalkozó cég épületében a tüzet valószínűleg egy égő cigaretta okozta, amit betörők hagyhattak a helyszínen. Ezzel lehet összefüggésben az a biztonsági őr is, akinek a holttestére ma bukkantak az új köztemetőben. A halott biztonsági őr ugyanis a leégett raktárban dolgozott. Én igazán nem tehetek róla, hogy a többiek bénázása miatt nem 100%-osan sikerült a terv. Pedig jól volt kitalálva. Logikailag kikezdhetetlen volt. Nem hiszem el. Nem tudunk visszamenni a lóvéért, mert tele van a környék zsarukkal. Kuplunk! Erre az egészre van egy szuper ötletem. Hagyjál ötleteid, de már a temető is nagyon jó ötlet volt. Én szerintem a temető az tényleg jó volt. Csak a munkás mozgalmi parcellába kellett volna elásni. Oda már nem temetnek. És hogy lehet egy gyerek annyira hülye, hogy a másik kocsi csomagtartójába rakja a lóvét? Ne beszélj már így a gyerekemről. Kuplunk, kicsike, hát 10 éves. 10 éves? De miért kell hülyének lenni, ha 10 éves? Kérlek. Kuplunk, ez már a harmadik számon. Megint sírósra fogod inni magát. Jó, jó, jó! Régóta keresnek titeket. Melyikőtök dugja az élettársamat? Én. Meg én is. Na gyere, szóta az ezt ott. Ne rágassál! Ne rágassál! Melyikőtök szól? Meg én is. Figyelj, de szabadnapos vagyok, de szolgálatba helyezem magam, még egyet beszólsz. Mit csinálsz, tálasz? Na, gyere szépen, az ezt a fogadat. Gyere, hassá! Gyere, gyere, a csaj! Kuplunk! Ne bájtul, haveromat, te barom! A kurva műanyag ország! Orszolgat! Tanús! Kuplunk! Megfogtam a lábát! A tökéletes büntény után már csak egy hibát követtünk el. Beültünk egy rendőrkocsmába. Hú, hát így röviden ezért hoztak be. A másik balhíról semmit se tudnak. Lóvé meg ott van a kocsiban. Ha el nem vontatták. Hogy meg nem találták a rendőr. Darab László, pakoljon, szabadul! Köszi a tippet, srácok. Egyet egyezetek meg. A börtönben sose vakelázunk. Főleg a frankót nem. Sziasztok! Darab persze rögtön a helyszínre ment.
Talán, ha fél perccel előbb ért oda, mint Mandiék. Valamit csinálni kellene. Mondtam, hogy ne várjunk vele. Mondtad. De a dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Alsuk el! Hol? Ahol megtaláljuk! Esütjögé, hova mész? Megyek. Hozzad. Ó! Hol van a tábla? Nem hiszem el. Na. Ezt is elvitték. Hát ez az, megint ellopták. Ásad kifele, tessék. Meg nem ás, nem betonoztad le az alját. Tedd már le. Te is ássál. Ne csákányozzál, ássál. Mindig én csinálom a nehezét. Ássál csak, ne magyarázzál. Vigyázz, szemét, ne nyisd ki, mert erőd van. Vigyázz. Pézes zsák. Péz! Gazdagok vagyunk! Ott a másikat fogja fel! A kocsiba! Gazdagok vagyunk! Neki a vár! Mondd el, miért az élet? Gazdagok vagyunk! Ide ástátok el. Ide? Nem. Meg is jelöltük. Értem. Papírkutyák. A dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy, ahogy az ember elképzeli. Ízlik, mert igyekeztem a legdrágábbat rendelni. Ugyanolyan sárga, mint a mellé. Soha többet sárga mellé. Hello. Jó, hogy jön, szeretném kérni még egy ilyet. Elnézést, uraim, de régi ezdös, nem álmodom, hogy elfogad. Hogyhogy nem ezdös? Milyen régi ezdös? Ugyanmennyire? Kikérjük magunknak! Hát mit képzel? De ebben is benne a filmszám. Hogy? Nem az a baj. Ugye mit csinálunk a zsákkal? Persze a történtek mindenkit megváltoztattak. A trollibusz például hazament, miután annyi mindennel szembe tudott nézni, szembenézett a családjával is. Pista eladta a kocsit és zenésznek állt. Mi nem tudtuk hívni, és ő sem minket, mert egyikünk telefonján sem volt egység. Hello? Igen, én vagyok az Rozsomák. Nem, amint befejeztem a munkát, megyek. Igen, megyek. Persze, zárzóró járt a legjobban, és minket nem nagyon vigasztalt, hogy a szerencsétlenek jönnek be a Amandának. Hát, nem ez volt életünk legszebb napja, ismerve azt, hogy velünk mi történt a dolgok után. De miért nekem kell fölvennem? Olyan rablás nincs, hogy a végén kevesebb pénzünk van. Erika néni követeli a részét. És itt akarsz jutni? Nem. Uraim, miben segíthetek? Készítsük. 10 millió forintot szeretnék fölvenni. Jelzáló alapon. Végül szerintem nem ez lett a legtökéletesebb bűntény, de legalább barátok maradtunk. De hát a dolgok a legritkább esetben alakulnak úgy.